Április 29-én a fővárosban rendezték meg a Diákolimpia országos döntőjét torna sportágban, ahová korábbi eredmények alapján meghívást kaptak a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornászai is. A tehetséges 7-8 éves fiúk edzője, felkészítője Csontos Kálmán testnevelő tanár volt. A hétfői edzésen kérdeztük meg a verseny tapasztalatairól Csontos Kálmán tanárurat és az 5 fős csapat 4 tagját, Kis Tamást, Soltész Attilát, Sőregi Rihárdot és Varga Dávidot. Régen találkoztunk tanárulról, de úgy látom, hogy a torna szeretete és a gyerekek lelkesedése azért megvan. Mi volt az előzménye annak, hogy a csapat kijutott a Diákolimpiára? Először is megyei döntőt rendeztük meg. Hál' Istennek megint mi rendezhettük itt a Füreden. Volt 5 csapat, és ekkor dőlt el, hogy milyen csapatok jutnak tovább az országos területi döntőbe. Mi 2 csapattal indultunk, az első másodikosokkal, illetve a harmadik negyedikesekkel, mind a 2 tovább jutott az országos elődöntőbe. Az országos elődöntőt Szegeden rendezték, 5. lettek a kicsik, tehát az első másodikosok, és ők így jogot szereztek arra, hogy az országos döntőn indulhassanak. A 3. negyedik osztályos csapat 6. helyezést ért el, így aztán ők nem jutottak tovább az országos döntőbe. Az országos döntőben hány csapat vett részt? Az országos döntőben mindig 12 csapat jut, tehát az ország legjobb 12 csapata. Több helyen rendezik az országba elődöntőt. Mi Szegedre voltunk besorsolva, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nagyon szépen köszönjük a szülőknek, hogy segítettek bennünket, besegítettek a utaztatásba, mert ez nem olcsó dolog. Hagy kérjen meg arra, hogy mesélj el, hogy hogyan is zajlik egy ilyen torna diákolimpiai döntő. Régen beszélgettünk már verseny. Igen. Méltó körülmények között rendezik meg, hiszen nemzeti tornacsarnokban rendezik, ott, ahol az ország legjobbjai is versenyeznek. Láttuk többek között Berk Krisztiánt is, aki éppen jött edzésre, de nem tudott edzeni, éppen ezért visszament, mert rengeteg kisdiák volt jelen. A versenybírók gyakorlatilag ugyanazok, akik a felnőttek versenyen is szoktak versenyezni, már ismerik őket, idősebb urak, hölgyek, akik valamikor olimpián, illetve világbajnokságokon szerepeltek. Csodálatos megnyitó volt, a zenére vonulnak be, zenére vonulnak ki a gyerekek, úgyhogy nagyon élvezetes és szép, és ugyanakkor ez a legnépesebb verseny a magyar tornasportban, nem csak a gyerekek számát tekintve, hanem a nézőközönség számát tekintve is nagyon sokan voltak. Tudnélik, a szülők elkísérik a gyerekeket, segítik őket, és dugig volt a csarnok, amelyet alig lehetett találni, és természetesen tapsoltunk mindannyian, mint egy nagy család, tapsoltunk egymásnak, tapsoltunk magunknak, de úgy gondolom, ez az igazi sportbarátság. Tanár, rengeteg ilyen versenyen részt vett már. Van-e különbség a versenyek között? Azon kívül, hogy természetesen megvannak a szabályok a lebonyolítást illetően, van-e különbség hangulatában, megszervezésében? Igen, van különbség. Általában mi Debrecenbe jártunk, ez volt a mi szerencsénk, ami itt van közel, tényleg egy 70-80 km-re. Debrecenben nagyon jó szervezett versenyek vannak. Rengetegen vannak ott is. Most a szegedi nem a legjobb volt, de hát legkönnyebb más munkájába hibát találni, de én úgy hiszem, hogy az országos döntők átpótolt mindent, hisz ott tényleg nagyszerű szervezést tapasztaltunk valamennyien, és mindenféle szer a legjobb szer volt, amit Magyarországon használhattunk, ami Magyarországon jelenleg használatban van. A bemelegítés a KSU-nek, a Központi Sportiskolának a tornacsarnokában történt, és a gyerekek csodálkoztak, én is. Szivacs dombok voltak, szivacs gödrök voltak, és ott mindenféle tornaszer volt, ami kell az igazi versenytornához. Úgy gondolom, hogy ez még tovább növelte bennük a torna iránti szeretetet. Említette az előbb, hogy első, másodikos és harmadik, negyedikes korcsoport van. Mi van a nagyobbakkal? Ott valahogy megáll a torna? Igen. A tavalyi csapatomban több olyan gyermek volt, aki más sportágat is választott magának, és már felsőtagozatban azért összeegyeztetni a tanulást,
a sportágakkal igen nehéz. Kettő, illetve három gyermekünk van, aki futballozik a jelenlegi tiszafüredi labdarúgó szakosztály csapatába, és ők futballozni mentek, úgyhogy nem nagyon maradt gyermekünk, illetve egy gyerek elköltözött a legügyesebb gyermekünk, Urák Krisztián Budapestre. Ővel nem tudtunk számolni, így sajnos csak maradtak az alsósok. Én bízom abban, hogy összejönnek még egyszer a felsősök, míg tanítani fogok, ehhez viszont szerencsés csillagzatba kell lennünk majd. Elég régóta követjük már nyomon tanár úr munkáját. Úgy néz ki, hogy ez az első-másodikos korcsoport, ez az, aki még rá is ér talán, szeret is mozogni. Úgy néz ki, hogy őket még be lehet vonni a tornába. Minden sportágban, de különösen a tornát minél kisebb korban kell elkezdeni, az az igazi. Elkezdjük első osztályba, bár már gondolkodtam rajta, szóval le kellene menni az óvodába. Az óvodába is kiválasztani a legügyesebbeket, és velük foglalkozni, mert mások is így csinálják, a nagyok is így csinálják, és amikor már eljön első osztályba a gyerek, akkor már némi alapokat szerez, és valóban úgy, hogy az előbb elhangzott, ők még jobban ráérnek, sikerül összeegyeztetni a tanárnénikkel, tanítónénikkel az idejüket, és ők jobban ráérnek. Felsőben már nagyon sok elfogadtság van a gyerekeknek, de én remélem azt, hogy lesz még egyszer felsős csapatunk is. Hallottuk már öntől az eredményeket, csapatban 9., egyéniben pedig Varga Dávid 6. helyezett lett. Tanár úr, hogy emlékszik vissza, ez a legjobb eredmény, vagy volt ennél jobb már? Csapatban, országos döntőkön 5-től 11-ig helyezésünk van az elmúlt 10 évben. Éppen 10 éve járunk a országos döntőkbe. Tehát 5. volt a legjobb, és 11. volt a... Nem mondom, hogy a legrosszabb, azért már egyáltalán bejutni az ország 12 csapata közé, az is nagyon jó dolog. El kell mondanom őszintén, hogy itt is tizedek választottak el a 11-től 12-ig, de 7-ek is lehettünk volna, de itt nincs ha. Azon a napon, abban a pillanatban úgy teljesítettünk, és ez egy szoros verseny volt, egy országos döntő, már tizedek döntenek, és szerencsések voltunk, 9-ek lettünk. Egyéniben viszont ilyen szép helyezésünk nem volt még, volt 12., 8., 9., 6. helyezésünk egyénibe, több mint 70 gyerekből ez nagyon szép, de ilyen nem volt. Jövőre folytatódik a munka? Igen, jövőre folytatódik a munka, hál' Istennek még tele vagyok energiával, és már amikor jöttünk haza fele Pestről, már akkor terveket szőttem magamba, és jövőre is próbáljuk természetesen. Ott leszünk. Hallottam, hogy ti még nem voltatok ilyen országos versenyen. Meséljetek akkor nekünk, hogyan zajlott, mi volt a feladat, mennyire voltatok ott izgulósan? Hát az volt, hogy én például kiléptem a vonalból, és az nekem rosszul esett. Már Tigrisben nagyot ugrottam. És az, hogy kiléptél a vonalból, az te hibád volt? Túl nagy volt a lendület? Túl nagy volt a lendület. És olyankor mit kell csinálni? Folytatni nyugodtan a gyakorlatot, vagy van ideje az embernek gondolkodni, hogy most mi lesz, vagy mi volt? Folytatni a gyakorlatot. De a szerek közül melyik az, amelyiket a legjobban szereted? A talaj. Miért? Miért jó a talaj? Mert akkor ott ugorhatok Tigris bukfencet, és az a legkedvencebben. Egymást mennyire tudjátok figyelni, vagy mennyire tudtok drukkolni a másikért, hogy jaj, neki most jól sikerül?
Nagyon. Varga Dávidot mutatom be a televízió nézőinek, aki igazán nagyszerű sporteredményt ért el, a Diák Olimpián 6. helyezést kapott. Hogyan emlékszel vissza a versenyre, Dávid? Azt, hogy a talajon 9,3-at kaptam, a szekrényen 9,4-et. 6. lettem, és Balogh Gábor olimpiai bajnok adta át az érmet. Ezt úgy tudom, hogy ez nem az első verseny volt, amin már bemutatkoztál te, illetve a csapat. Van-e különbség a versenyek között? Izgulsz esetleg jobban az egyiken, vagy a másikon? Vagy pedig megcsinálod szépen mindazt, amit tanultál, és amit gyakoroltál? Hát megcsinálom szépen, amit tanultam. Kálmán bácsi ott van a közeledben, vagy közeletekben, és tud azért segíteni valamit? Igen. Mi az, amit segít? Azt, hogy mondja, hogy nagyon ügyes vagy, meg a végén mindig mondja, hogy megtapsoljuk. Meg is tapsoltak téged a többiek, és meg akik ott voltak? Igen. A tornához mikor kerültél közel, Kálmán bácsi? Hívott, hogy gyere, mert te nagyon ügyes fiú vagy? Úgy kerültem közel, hogy elsőbe, amikor Maria néni nem volt, és Kálmán bácsi tartotta, akkor csináltunk hátrabukfenceket meg előre, és akkor ő mondta a Kálmán bácsi, hogy járjak tornára elsőbe is, de azt mondta a Margó néni, hogy most nem tudjuk úgy beosztani, és majd most másodikba hívott Kálmán bácsi, és anya azt mondta, hogy kétszer próbáljam ki, mert nem szerettem volna nagyon tornázni, és kipróbáltam, és nagyon tetszett. És nagyon tetszett. Mi az, ami tetszik benne? Az, hogy eleve ügyes vagy, vagy jó a csapat, jó itt lenni a többiekkel? Jó a csapat, meg jó itt lenni.